Az origó szerint Lampi Ágnes nem nevezhető újságírónak, sem műsorvezetőnek. A kérdés csak az, hogy ha Lampi Ágnes nem újságíró, akkor az origó micsoda? Mintha az origónak egyen nagyobb pofája lenne annál, mint ami indokolt lenne. Úgy gyalázzák Lampi Ágnes, mintha csak ez lenne a feladat. Mintha legalább egy Márki Zajpétert kéne gyalázni, mert ezt adta ki nekik a főnök. Pedig szerintem Lampi Ágnest pusztán szórakozásból ütik egyfajta szabadidős tevékenység keretében, hobbiból, mert jó lesik. Hát ők nem golfozni állnak, mint a gazdáik, neki ez maradt. Páros lábbal beleszállni egy egyáltalán nem tehetségtelen műsorvezetőbe, és úgy állítani be a legtehetségtelenebbnek, hogy a saját köreikben a megafon meg a köztévé környékén tehetséges ember, de még átlagos képességű műsorvezetőt találni is nehezett feladat, mint Mészáros Lőrinc arcán felfedezni az értelmet. Pedig az is szép kihívás. Az az origó cikkének a címe, hogy megszabadult a legrosszabb műsorvezetőjétől az ATV. A legrosszabb műsorvezetőjétől? Hát ez se túl kedves, de legalább a címben még műsorvezetőnek nevezik Lampé Ágnest. Lehet, hogy velem van a baj, de én az ATV-n nem látok a műsorvezetők között óriási különbséget. Szerintem az, hogy ki milyen sorrendet állít fel, nagyjából ízlés meg szimpátia kérdése. Ahol viszont látok különbséget, az mondjuk az ATV és a megafon, vagy az ATV és a köztévé gárdája között van. Na ott tényleg van különbség, és elég lényeges különbség. És nem csak az alkalmasság, hanem a konkrét tevékenység tekintetében is akármit gondolok is német Sándorról, akármennyire NER közeli média látom, az ő tévéjében lényegében televíziós újságírás folyik. Még akkor is, ha olykor látunk ebben a televízióban is nyalonckodást. Ez még mindig ezerszer közelebb áll a szakmához, mint az, ami a köztévében, a megafonnál, a hírtévében vagy akár az origóban zajlik. És mi az, hogy megszabadult? Hogy érti azt az origó, hogy megszabadult a legrosszabb műsorvezetőjétől az ATV? Hát ezt most úgy kéne értenem, hogy az ATV végig kínok között szenvedett, mert nem tudott megszabadulni Lampé Ágnestől. Német Sándor nagyon-nagyon szerette volna kirúgni Lampét, de annyira rendes ember, annyira aggódik az alkalmazottai lelkivilágáért, hogy ezt nem merte megtenni. Erről van szó. A cikkhez egyébként nem tartozik szerző, miért is tartozna, hiszen ez csak egy véleménycikk. Hírnek látszik, de nem az de mivel én tanultam sajtóműfaj az egyetemen, és ott azt mondták, hogy a hírben nincsen vélemény. Ebben viszont van. Vagyis ez egy nagyon rövid véleménycikk, tulajdonképpen publicisztika. Hát annak persze nagyon gagyi, de mégis az. Szóval úgy fogalmaz az origó, hogy megszüntette azt a műsort az ATV, ahol kétségtelenül leggyengébb képességű műsorvezetője szerepelt, így végül is az ATV megszabadult Lampé Ágnestől. Az ATV egyébként humánusan bánt az alkalmatlan műsorvezetővel, mert bár az öt című műsorból kitették, nem véletlenül, olykor már a vendégek kezdtek rajta nevetni, de nem tették azonnal utcára. Hát bakker, ha valaki, akkor én tényleg rendszeresen néztem az ötöt, és egyébként még mindig nézem, amikor van, mert kiváló témákat biztosít a videóimhoz, szóval én eléggé jól ismerem ezt a műsort. De nekem nem rémlik, hogy a vendégek kinevették volna valaha Lampé Ágnest. Szerintem az origóit most fantáziál. De persze elképzelhető, hogy tényleg volt ilyen, csak én nem vettem észre. Oké, okay, ez is lehetséges. De ha ez így volt, akkor vajon mennyire lehetett ez jogos? Lampi Ágnes alig szólalt meg a műsorban, nem is az volt a dolga, hogy véleménye legyen. Dévényi István se mond monológokat az ötben. Ami Lampi Ágnes dolga volt, az pedig hozta is miért érzem azt, hogy az origónak nem Lampi Ágnes műsorvezetésével van problémája, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem nagyon szállt be az Ágnes a nyalonckodásba, meg az Orbán rendszer bűneinek folyamatos relativizálásába. Az ötről pontosan tudjuk, hogy a fideszesek kedvenc ellenzéki műsora. Persze mennyire nevezhető ellenzékinek az a műsor, ami a kormánypártiak kedvence. Az öt annyira ellenzéki, meg annyira független a hatalomtól, mint Siffer András vagy Hont András. Ők a kormány kedvenc ellenzéki megmondó emberei, ahogy mondjuk a mi hazánk a kormány kedvenc ellenzéki pártja. Ha a hatalom imád téged, az egy nagyon rossz jel. Az annak a jele, hogy nem biztos, hogy teljesen független vagy. Az meg még kevésbé biztos, hogy ellenzéki vagy. Az origó a cikkében még a műsorvezető szót is idézőjelbe teszi, tehát Lampi Ágnes szerintük nem pusztán alkalmatlan, hanem nem is biztos, hogy műsorvezetőnek lehet nevezni. Hát még ezt a szót sem érdemli meg, hogy műsorvezető. Csak azt nem értem, hogy amikor az origó médiumnak vagy hírportálnak nevezi magát, vagy a saját újságíróit említi meg, akkor miért nem használja az idézőjelet? Miközben ilyenkor sokkal indokoltabb lenne használni. Azért sem értem ezt a kirohanást, mert Lampi Ágnes soha nem volt véresszájú ellenzéki. Lehet, hogy nem nyalonckodott annyit, mint Hont András, de soha nem támadta olyan stílusban a kormányt, ahogy mondjuk Tóta V. Árpád. Akit egyébként én nagyon kedvelek, szerintem azzal sincs sok baj, amit ő csinál, de ha Tóta V. ellen zajlik mondjuk egy ilyen karaktergyilkolás, azt legalább meg tudom érteni, de Lampé Ágnes nem ez a figura. Ő maximálisan korrekt volt mindig. Szerintem túl korrekt is volt a hatalomhoz. És igen, ez lehetne a kritika tárgya, csak hogy az Origo nem ezzel vádolja Lampét, hanem azt állítja, hogy annyira rossz műsorvezető, hogy még műsorvezetőnek sem szabadna nevezni, vagy ha igen, akkor csak idézőjelek között. Srácok, nagyon kilóg a Lampét rugdaló láb. Nagyon látszik, hogy miért volt erre a cikre szükség. Azért volt rá szükség, mert meg kell mutatni, hogy aki nem nyal be nekünk, annak nincs helye ebben a szakmában. A másik ok, amiért az origó most nagyon haragudhat Lampi Ágnesre, az az, hogy a műsorvezető, én továbbra is merem használni ezt a szót, egy olyan médiumhoz igazol át, ami nem nagyon tartozik a NER kedvencei közé. Ez egyébként szerepel a cikkben is a következő módon az újságíró nő, természetesen idézőjelben, még korábban Varga Zoltán Vörösbáró alkalmazottja is volt. Most egy baloldali propaganda valamihez a Szabad Európához megy. Nem kell nagy jós tehetség hozzá, ott sem fogják sokáig tartani. Úgy tűnik az origósok felcsaptak jósnak. Szerintük Lampét onnan is el fogják majd küldeni. Jaj, de kedvesek! Hát fel se kellett volna igazából venni oda a Lampi Ágnest, egyszerű belolvasni a Origó cikkét, mert abból kiderül, hogy Lampiót ott se fogja megállni a helyét. Hát ezt az Origónál már most tudják. Az meg különösen figyelemreméltó, hogy az Origó most propagandistázik. Az Origó tök komolyan. Azt megfigyeltétek egyébként, hogy a propaganda egyre gyakrabban propagandistázza a hatalommal szemben kritikus sajtót. Ha mi propagandisták vagyunk, akkor ti is. Na hát. Hát mintha a propaganda annyit jelentene, hogy van világnézeted. Mintha a fideszes propagandával annyi lenne a gond, hogy fideszes. Az Orbánisták egyszerűen nem értik, hogy mi a probléma. Nagyon sokszor elmagyarázták már nekik. Évek óta magyarázzák, én is csináltam erről több videót is, de egyszerűen nem akarják megérteni, hogy mi a baj velük. Gyakorlatilag ugyanazt csinálják, mint a fideszes politikusok. Az úgynevezett Ferrari ádám érvelést használják, aminek az a lényege, hogy ti is... És ezt majdnem bármire lehet mondani. A ti pedig lehet a mostani ellenzék, lehet a 2010 előtti ellenzék, lehet az EU, Soros, Amerika, CIA, lehet a háttérhatalom, lehet Rákosi, lehetnek az ufo lehet bárki vagy bármi. A ti valójában azt jelenti, hogy nem mi. Lopunk? Ti is loptatok. Igen, ti. Nem jó a választási rendszer. A tietek se jó ott Angliában olyan lenne a választási rendszer, mint Angliában vagy Franciaországban, hát akkor a Fidesznek 85%-a lenne a parlamentbe bizony. Hát ha öreg anyámnak meg kereke lenne, akkor ő lenne a villamos. Ha az ellenzék nyert volna, még magasabb lenne a infláció. Ezt is tudják Orbánék, ahogy az origó is tudja, hogy Lampé akár akárhova is megy, ki fogják rúgni. Elmegy a szabad Európához, aztán majd kirúgják. Onnan elmegy valahova teljesen máshova, és majd onnan is ki fogják rúgni. Pedig Lampé Ágnes valójában nagyon is lehetne jó újságíró meg műsorvezető, egészen kiváló újságíró lehetne belőle, ennek pusztán kettő feltétele van. Az origóhoz kell menni, és szét kell nyalni Orbán hátsóját. Ilyen egyszerű. Hát ez a baj a Lampi Ágnessel. A Dokmen ezt tökéletesen érti. Amióta irányt váltott, a hatalomnak már nincs vele semmi problémája. Mondjuk nekem azért még akad néhány. Szóval, ha jót akartok magatoknak, inkább ne olvasatok Origót, nézzetek helyette mondjuk Dave világát iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem vagytok feliratkozva, nyomjatok lájkot, like ha tetszett a videó, és nézzétek meg például ezt az ötről szóló videót itt alattam, vagy azt a másikat mellette, ha az jobban tetszik. Találkozunk legközelebb, pusz!